Lehet, hogy egyszerűen csak nincsen sapkás napom. Akkor van egy jó hírem. Én kalap vagyok, az nem sapka. Itt a tökéletes választás. Egy szép, elegáns, csinos kalap. Lehet, hogy fejfedős napom nincsen. Na jó, de akkor legyen ez egy kalapnap. Örüljünk egy kalapnak. Ha-ha-ha. Tényleg nagyon csini. Szép kis páros vagytok! Mondd csak, Napsi, ugye nem terveztél ma ugrabugrálni? Vagy kézen állni? De játszótérre megyek. Ajjaj! Mi az? Ajjajjaj! Mi van? Nem szeretsz játszani? Ó, szerintem nem is tud. Vele csak színházba lehet menni, meg sétafikálni, meg társasozni. Nem igaz, finnyás kisasszony? Még hogy én, finnyás, tudok én is úgy játszani, mint te. Nem kell ahhoz a sárban turkálni. Mondjuk, ha valaki úgy néz ki, mint ahogy te, akkor nem is kell vigyáznia magára. Hogyha átmenne rajtad egy terepjáró, azt se lehetne észrevenni. Féltékeny vagy, hogy én bírom a strapát? Nem baj, biztos te is bírod. Tudod, mi van odakint? Február. Hideg. Didergető. Ó, és mintha azt hallottam volna, hogy ma különösen nagy széllökésekre is számíthatunk. Széllökésekre? De hát akkor lefújhat Napsi fejéről, és belefújhat egy pacsolyába. Hát? Bizony, az könnyen megeshet. De hát nem baj, hiszen most mondtad, hogy te nem vagy finnyás. Na jó, ebből elég legyen! Miért kell kigúnyolni egymást? Persze, védd csak a szépikét, az való a lányoknak, mi? Te! Nem csak rólad beszéltem, ő is nagyon csúnyákat mondott rólad. Nem is értem, hogy mi ez az egész. Nincs olyan, hogy mi való a lányoknak. Az alapján fogok választani, hogy melyik költöket veszem fel, hogy éppen melyik költök passzol ahhoz, amit csinálni fogok, meg hogy milyen kedvem van. Szóval akkor, hogyha színház, akkor a kalap? Nagyon szeretem a színházat. Mintha én nem szeretném. Te is szereted? Igen. Jó, azért mondjuk inkább az ilyen izgiseket, mint például a Boribón, meg a Báb színház. Na jó, akkor legyen az, hogy téged viszlek, hogyha bábszínházba megyek, hogyha pedig másmilyenbe, akkor téged, oké? Okay? Jó, vegyük sorra, miket szoktam még csinálni. Játszótér, sapi. Esős idő, sapi. Tavaszi séta, kalap. Fagyizás, oda mindketten jöhettek. Társasozás, azt is mindketten szeretitek. És a fesztiválra is mindenki jöhet velem. Aj, annyi minden van, amit mindketten szerettek csinálni. Akkor mi lenne, hogyha az lenne, hogyha ugrálós kedvedben vagy, akkor a sapit viszed, ha meg kecsesen sétálósban, akkor engem. Oké, jó ötlet. Sapi, neked is megfelel? Hát persze. Jó, most nagyon ugrálós kedvemben vagyok, úgyhogy... Sapi, te jössz velem játszóterezni. Kalap, te pedig maradsz itthon. Szia, kalap!